A sors nem adta számára könnyen a sikert, de hiába meg annyi megpróbáltatás, gáncs, ő mindig talpra állt. Nehéz elhinni pedig igaz, több mint 60 éve van a színpadon Kovács Erzsi. Nem több mint 60 éve. Még nem több? Nem, kevesebb. 58. 58, bocsánat, akkor kerekített valamelyik újság, és ezt vettem alapul. Igen, hát nagyon-nagyon pontosítani akarjuk, akkor már 19 éves koromban énekeltem, akkor nem is tudom hány éves voltam, akkor a lényeg az, hogy közel a 60-hoz. És mind a mai napig jár fellépni? Igen. Honnan ez a vitalitás? Én nem tudom, azt mondják, hogy lehet, hogy a génjeim jók. Igen? De mindenki csodálkozik, de megmondom őszintén, hogy az igazság az, hogy én vagyok az utolsó mohikán. Szóval mellőlem már mindenki elment, meghaltak. És lehet, hogy a közönség az, az idősebb közönség, de fiatalok, vannak nekem fiatal rajongóim is, hogy igény van erre a zenére, amit én csinálok. Szóval én nem csak a régi dalaimat éneklem, a régi slágereimet, abból maximum kettőt egy-egy rövid refrén belőle, mind új számaim vannak, egyik szem, mint a másik, és a közönség nagyon nagy szeretettel fogadja. És bírna még annál is többet, mint ahány helyre hívják? Tehát nem, van szabad energiája? Ilyen formán? Nekem mindenre van energiám, pedig sokszor voltam beteg, de valahogy én nem odafön vigyáznak, az az igazság, hogy 19 műtétem volt. Ugye hihetetlen. Voltam a háziorvosomnál például egy receptér, és mondom neki, mióta utoljára itt voltam, azóta megint volt egy műtétem, és ez volt a 15. Nézd a számítógépet, azt mondja, nem, az, hogy rosszul tudja, 19. Valahogy van egy, az embernek egy ilyen öngyógyító tehetsége. Nem lehet, hogy a színpad gyógyítja? Hát, a közönség? Az biztos, de ez a régi dolog, hogy az ember kimegy a színpadra, akkor minden fájdalma elmúlik. És önnel ez így van? Tényleg igaz? Igen. Most meg már főleg, hogy idősebb lettem, az van, hogy elmegyek fellépni, miért vállaltam el? Nem kell, szépen abba kell hagyni, de olyan szeretet vesz körül, hogy ezt nem lehet elmondani, de mikor kimegyek a színpadra, akkor elfelejtek mindent. Akkor enyém a világ. Úgyhogy ez érdekes dolog ez. Nem azt mondom, hogy én hetente járok fellépni, vagy nap, mint nap, de ugye egy hónapban egyszer, ha olyan műsor van, ahol főleg csak én vagyok egyedül. És nem mondja egy picit se, szóval 60 év, közel 60 év alatt, hát hány tízezerszer énekelhette el mondjuk a Rejtét? Szóval 39-et ezredszer elénekelni nem érez bizonyos fajta fásultságot, ilyen hát rutinszerűvé nem válik ez? Egyszer voltam valahol fellépni, és ki akartam hagyni a Tűzpiros Virág című. Nem engedték. Nem, hanem csináltam a műsoromat, és elkezdtek kiabálni, hogy hol a Tűzpiros Virág. És azt mondtam a közönség, leénekeltem, és utána azt mondtam a közönségnek, bevallok valamit. Ez olyan régen éneklem ezt a dalt, pár ezerszer elénekeltem, hogy közben már azon gondolkozom, hogy holnap mit kell vásárolnom. Tényleg közben énekli, és az olyan... Hát már olyan... Annyira automatikus az egész. Persze. Hát ebből a Tűzpiros Virágból is most olyan számokat mondok, lehet, hogy nem hiszik el, de papíron megvan a jogvédő által igazolva. Tűzpiros Virágból több mint 500 ezer darab ment el. Egészen elképesztő szám. Gyakorlatilag minden 20. embernek Magyarországon megvan. Rejtéből. Rejtély. Úgy szintén. Veled is megtörténhet egyszer úgy szintén. Úgyhogy amikor 2,5 millió lemezem után bementem a céghez, a hanglemezgyártóhoz, és mondtam, hát én úgy tudom, hogy 100 000 lemeznél, hát akkor még 100 000 lemez után volt aranylemez, most már elég a 7 000, és hát nekem járna valami lemez, aranylemez, vagy platinalemez, vagy valami. És akkor ők igazolták, hogy tényleg több mint, ez 18 évvel ezelőtt volt, több mint 2,5 millió lemezen ment el. Ugorva egy nagyot az időben. Az igaz, hogy pályája elején egy nevezett zeneszerző, hát majdhogy nem eltanácsolta az énekesi pályát? Persze. Ki volt az? Ki csalt meg ennyire a fület? Ezt már nagyon sokszor elmeséltem, hogy eszembe nem jutott az, hogy én énekesnő legyek. Nagyon szép fiatal lány voltam, és dolgoztam is.
és fiatalokkal mentünk a Váci utcában, ott volt egy presszó, aztán napsugár presszó, valahogy így hívták, és ott a horvát jelen, ez a csodálatos zeneszerző zongorázott. És Sréjen szembe az Anna bárba, ott pedig a Vécsei Ernő, aki szintén egy csodálatos zeneszerző volt, és ő tanított is énekeseket. És bementünk ebbe a presszóba, a fiatalok, leültünk ott egy kávét meginni, és pont a zongora mellett kaptunk helyet. És a Horváth Jenő énekelte az egyik slágerét, és én is énekeltem ott vele, és oda tolta nekem a mikrofont. És együtt énekeltünk, és óriási sikerem volt. És azt mondta nekem a Horváth Jenő, a kislány nem mondta kedve énekelni. Hát mondom, én eszembe sincs. De hát az olyan van a maga hangjában, van valami, ami én azt mondtam, hogy érdemes volna, aztán menjen el a Vécsei Ernőhöz, aki foglalkozik ezzel, és hallgassa meg magát. Egy hónap eltelt, és nem mentem a Vécsei Ernőhöz, és találkoztam a Horváth Jenővel az utcán. Na, volt a Vécsei Ernőnél, mondom, nem akarom összezavarni, mondom, nem, pedig én kérem, menjen el. Na, fogtam magam, és elmentem a Vécsei Ernőhöz, az a nagy Horváth Jenő nekem azt mondja, hogy... Már ennyire bátorítja, igen, akkor megpróbálja. Meghallgatott a Vécsei Ernő, és azt mondta, hogy nem lát bennem semmit. Szó szerint ezt mondta? Igen. És akkor férjhez mentem, nagyon fiatal az első férjem, és ő zongorista volt, méghozzá nem akármi, a lemezei jelentek meg. És akkor ő kezdett el tanítani. Melyik volt mondjuk az aranykora, ha így visszagondol? Tehát amikor ön is úgy gondolja, hogy tényleg, de Isten igazából leginkább a csúcson volt. Ez azért érdekes, hogy erre hogy tudok válaszolni, és soha nem voltam tisztában vele, hogy én milyen népszerű vagyok. Szóval én... Utólag jön rá az ember? Én utólag, és így utólag visszagondolva, persze akkor is tisztában voltam, mert ahova elmentem, ott mindenütt teltház volt, sőt, akkor kimerem jelenteni, akkor az országban a Kovács Erzs és a Németh Lehel, ez volt a két legnagyobb sztár. Ez mondjuk az 50-es évek második fele, 60-as évek eleje? Igen. 50-es évek vég, de hogy is, inkább a 60-as. 60-as eleje? 60-as évek eleje. Szóval... akkor mi voltunk ketten a legnagyobb sztárok. Gyakorlatilag a lábuk előtt hevert az ország? Ez ki lehet jelenteni? Ez így volt. Talán ezért tudok most is énekelni. Szóval ezért vagyok még most is a pályán, mert az a közönség velem együtt öregedett meg. Hát nem szeretem azt mondani, hogy... ne is tessék ez, igen. És hányszor kellett újra kezdeni? Háromszor. Három teljes újrakezdés? Háromszor. Az gyakorlatilag majdhogy nem a nulláról? Majdnem. Az első kezdésem ugye ez volt a 19 évesen, és akkor még nem volt ennyi énekes, mint most. Akkor csak volt a Hollos Ilona, fiatal, nem tudom, emlékszik-e rá? Nem, hallottam biztos, a nevét. Biztos nem. Nagyon nagy menő, és nagyon jó énekes volt. Ákos Tefi. És valahol hátuk mögött hullogott az Árai Márta, a Vámosi János, meg volt a Butnoki Gábor, ezek voltak a sztárok. És akkor megjelent a kis Kovács Erzsébet, akkor meg úgy hívtak, aki egy gyönyörű szép fiatal lány volt, volt egy kicsi hangja is, és egyik pillanatra a másikra óriás népszerűségre tettem szert, méghozzá azért, ugye amikor már énekelgettem így lokálokban, és bementem a rádióba a próbaéneklésre, és ott az első két dalt kellett énekelni, mind a két dalt fölvették, és a régi óra halkanyára, a közönség biztos emlékszik rám, mert sokszor hallják még most is, ez rögtön lejátszott a rádió, és rögtön sláker lett. Szóval nekem ez volt az első olyan nagy sikerem, hogy amikor az egész ország ezt énekelt, a régi óra halkan jár, belsejében táncos pár, egy ilyen aranyos kis dal volt. És akkor behívattak a hanglemezgyárba, hogy ezt a számot énekeljem föl lemezre. Fölénekeltem, és úgy vitték, mint a cukrot. Szóval egyik pillanatra a másikra nagyon népszerű lettem, amit a kollégák persze nem szívesen fogadtak. Ki volt mondjuk úgy a legnagyobb
ellenlábasa vagy irigye a pályán ezekben az időkben? Nem is tudom, hogy mondjam, engem a Dárai Márta nagyon utált. Nagyon utálta? Igen. Kimondottan? Gyűlölt. De miért? Mi volt ennek az oka? Nem tudom, soha nem tudtam megmagyarázni. Írtam egy könyvet 1990-ben, és ott meg is említettem, hogy soha nem értettem meg, hogy miért. Féltékeny lehetett? Ezt se tudom. Soha nem tisztázták? Ha találkoztunk, mindig a nyakamba borult és összecsókolt, és a hátam mögött nem tudom elmondani, és ízléstelen is volna. Gyűlölt, rettenetesen gyűlt. A Friderikus csinálta annak idején. Volt egyszer egy békítősó, ahol kvázi összebékültek, de akkor ezek szerint mégsem volt igazán szent a békület. Olyan volt, hogy fölhívott a Friderikus, és mondta, hogy indul ez a műsora, és hát ő tud erről a közöttünk levő ellentétről, és szeretné, hogyha elvállalnám. És mondom, hát ezt az Árai Márta nem vállalhatja el. Hát annyi rosszat csinált nekem, nem vállalhatja el. Aztán dehogy nem. De mindig jelentkezik, hogy mikor lesz a műsorban. És meg is volt. És aztán ott is, hát olyan volt, mintha na, júj, de kibékültünk volna. De nem jött létre az igazi nagy egymásra találás. Nem. Utána még fölhívott egy párszor engem telefonon, és egyszer elkövettem azt a hibát, hogy boldogan újságoltam neki, hogy képzeld el, hogy Dériné díjat kaptam, amire azért voltam büszke, mert azt csak színésznök kapták. És akkor elhalkult a telefon. És akkor tudtam, hogy megint hülyeséget csináltam. Hát nem tettem róla, boldog voltam. És utána már többet soha nem hívott fel. Vissza oda, hogy hihetetlen nagy sztárok voltak Németh Lehellel. Ugye ez a 60-as évek közepéig, 64-ig tartott körülbelül. Ekkor történt meg az, halljuk az információim, hogy a hanglemezgyár akkor igazgatója, se szó, se beszéd, derült égből a villámcsapás szerűen, egyszer csak azt mondta önnek, hogy az ön ideje lejárt, nem mutat nagy igényt a közönség az ön irányába. Mi volt e mögött? Tehát ennyi év után mire gondol, hogy mi mozgathatta akkor ezt a mondatot? Hozzátartozik az, hogy olyan népszerű voltam, hogy megjelent dal a piacon, mondjuk énekelt a Psota Irén, én mellettem elaludni nem lehet. Akkor még nem volt ilyen nagy, nagyon nagy kiforrott színésznő, de akár megjelent egy jó dal, azt velem mi rögtön fölvették. Ez az életem szégyene, ez a dal, hogy én mellettem elaludni nem lehet, mert az én stílusom egészen más. De fölvették, mert vele mindent el lehetett adni. És Bajlát Júlia, az a csodálatos zeneszerző nő, írt egy dalt, hogy nem ér még nekem, hogy sírjon az a másik. Egy gyönyörű dal volt, és mivel én a Holéci együttesre dolgoztam, jártuk az országot, végig énekeltem az országba ezt a dalt, és bevittem a hanglemezgyárba, ahol nem is volt semmi probléma, mert azt csinálták, hogy amit én kértem számot, az a lemez egyik oldalán jelent meg, és amit ők valamit úgy láttak, vagy pénzt kaptak érte, valakinek ismeretlennek a száma, az volt a második oldal a lemeznek. És le volt tárgyalva a hangszerelés, minden az ég világon, és egyik nap fölhív engem kétségbe esve a Majlát Júlia, és azt mondja, fölhívta őt egy ilyen és ilyen nevű hölgy, boldogan újságolta, hogy ő kapta meg a hanglemezgyártól ezt a számot. És akkor volt az, hogy berohantam a hanglemezgyár igazgatójához, hogy mi akar ez lenni, hát én sikerre viszek egy számot, akkor azt mással veszik föl, eddig velem mindent fölvettek. És azt mondta, hogy a fiataloknak is kell jó szám, mondom, de hát én is magam keresem meg a jó számokat, ami nekem való, amiben van valami, ami szól valamiről. És azt mondta, hogy hát tudomásul kell venni, hogy már nincs rám olyan igény. Ez szíven ütötte nagyon? Igen, kiütött, mert ez egyáltalán nem így volt. De nekem akkor volt külföldre egy ajánlatom. És kinn is töltött 14 évet, ugye ezután következett, hogy luxushajókon és Németországban énekelt. Igen. 14 évig, az meglehetősen sok. Amikor hazajött 14 év után, elfelejtette a közönség? 14 év nagyon-nagyon nekem sok mondja, idő. Az igazság az, hogy
hogy ott volt a második kezdésem Németországban. Ez volt a második kezdés. Igen, itt gyakorlatilag a nulláról kellett kezdeni? Teljesen a nulláról. Ezekben az időkben volt, hogy vidéki kis kocsmákból lépett fel? Nem, az azután volt, miután hazajöttem. Arra gondolok, tehát a 14 év letelte után Magyarországon az újrakezdés... Most hazajöttem, és minden ajtó bezárodott előttem. Tehát a hanglemezgyár, a rádió, a tévé, sehol nem engedtek meg. Nagyon sokat léptem föl például a Kamara Varietébe, és bementem, akkor már egy új igazgató volt, és bementem, hogy szeretnék itthon újra elkezdeni énekelni. És azt mondja, igen, hallottam, hogy valahol föl fog lépni, azt mondja, hogy elmegyek és meghallgatom, hogy tud-e még énekelni. És mondtam neki, hát a 14 évig jó voltam kint Németországban. Akkor, meg előtte Magyarországon. Meg Magyarországon. És tudom, ilyen rúgásokat kaptam, és végül is az volt, hogy drága barátom, Majlát Júlia, a zeneszerzőnek a testvére elvitt engem a vidéki vendéglátó vállalatnak, valahogy így hívták a céget, ahol vidéken, ilyen vendéglátó helyeken csináltak műsorokat. És a tártkarokkal fogadtak engem. Na, akkor kezdtem el megint előről a pályát, mert hát ez nem volt egyszerű dolog. Amikor bemondták egy ilyen vidéki kis pubba, vagy kocsmába, vagy Kovács Erzsi, akkor mi volt a fogadtatás? Semmi különös. Hát 14 év, borzalmas nagy idő. Csak az volt az érdekes, volt olyan plakát is, hogy kibírta. Én úgy voltam kiírva, hogy és sokan mások. Szóval azok... Tehát még ki se írták a nevét? Hát, volt, hogy ilyen pici betűvel, vagy és sokan mások. Kinek csípte ön ennyire a szemét? Nem, tehát ez most nem, már a második nem, eset, nem, hogy ennyire megpróbálták, úgymond elhallgattatni. Nem, ez azt hiszem, ennek semmi köze nem. Emögött nem volt semmi tervszerűség? Ez az élet vele járója 14 év után? Ezt úgy gondolja, hogy ezt el kell fogadni? Szerintem, hát akkor tombolt a beat korszak. Ja, hát Omega Metro illés korszak volt Magyarországon? Úgyhogy ez egyáltalán nem voltam érdekes, de viszont jó, kimentem a színpadra, hogy enyhe taps, és elkezdtem a régi slágereimből, volt egy belegem, és hát nem tudom, hogy slágerem volt. És ezeket leénekeltem, és szétverték a házat. Honnan jött elő? Utána jött be az öltözőbe a közönség, hozták a bombonokat. Honnan került elő? Úgyhogy az én slágerém segítettek, amúgy újra elinduljak itthon. Az önbizalmát ezek a visszautasítások, újrakezdések soha nem kezdték ki? Nagyon sok ember szerintem elbizonytalanodott volna egy picit magába a tekintetbe, hogy van-e még energiája, szuflája, lehetősége újrakezdeni. Ön egy ilyen küzdő típus? Nem, ez nem volt küzdés, ez tulajdonképpen az volt, hogy ez volt a szakmám. Kényszerpálya? Ezt csináltam. Muszáj volt csinálni és folytatni? Igen, hát mit csináltam volna, nem vettem volna, mert matematika tanárnak, mert semmi érzékem nincs hozzá, sőt számolni se tudok rendesen. De ez volt a lehetőség, de olyan helyeken léptem föl, ahol bizony bejöttek oda gumicsizmába, bőrsapkába, pultnál itták a pálinkát, mindent, de talán annak köszönhetem, hogy én ott ugyanúgy énekeltem, mint az Erkel Színházba lettem volna. És ezt a Lataber Kálmántól tanultam meg. Ő mondta nekem, ő is volt, úgy nem volt a békafeneke alatt, Operett Színházban nem igen foglalkoztatták őt, és nagyon sokat léptem föl vele ilyen vidéki vendéglátóhelyeken. És előadást tartott nekem mindig arról, ahol én vagyok, ott van a színház. Teljesen mindegy. Ha egy kocsmába, azok az emberek, akik oda a belépődíjat megfizetik, azok azért jönnek, hogy engem hallgassanak. És a közönséget így kell kiszolgálni. Mondtam nekem mindig. Ez akkor ezek szerint egy életre szóló tanítás volt. Ezt követte ön végig. Igen, igen. Háromszor volt férnie? Igen. Mind a három igazi nagy szerelem volt? Hát, nem tudom. Nagyon kényes kérdés. Hát az első az nem volt szerelem. Nagyon fiatal voltam, akkor voltam 19 éves. A második az igen, az szintén egy... Az 56-ban volt, ugye? A második. A második, 56-ban, igen. A férjem, az első férjem az elvált tőlem, és a második az 56-ban volt, vele éltem 11 évet, és aztán jött ez a 64, akkor már romlott a kapcsolatunk, mert én nagyon sokat dolgoztam, már felléptem, ő meg eléggé laza életet élt, és ebből jöttek a komplikációk, úgyhogy akkor volt az, hogy elmentem külföldre.
és utána jött egy harmadik, ugye, amikor hazajött külföldről. Igen, igen. Általában ön választott, vagy önt választották? Mindig engem választottak. Igen? Önt? Igen, igen. És mindig mindenkit én hagytam ott. A harmadik férjem az volt, vele 28 évet éltem együtt. Zenész volt még az a nagyon jó zenész. Nagyon sokan is, sokat játszott a tévében. Rátonyi műsorokat is ő kísérte, nagyon jó zenész volt. Ő volt az egyetlen, aki ott hagyott, a többit mindén hagytam ott. És mi volt a kritérium? Tehát, amikor így önt kinézték, akkor melyik volt mondjuk a legfontosabb, ami mellette szólt, egy férfi mellett? Nem tudom, borzalmas szeretet éhes volt. Szeretet éhes volt? Na, egész életemben, most is, egész életemben. És akikhez én hozzámentem, azok engem mind nagyon szerettek. Csak bennem volt valami hiba, lehet, hogy az én fiatalkori tragédiámhoz közel játszott, mert valahol ficánkoltam, valahol semmi nem stimmelt. De a legnagyobb, a legeslegnagyobb szerelem a Szűcs Sándorhoz fűzte, ugye? Az a fiatalkori, igen. Az igaz, hogy egyszer azt mondta, hogyha nem élhet, vagy önnélkül nem is szeretne élni? Hát ezt, mikor ma halálra ítélték, akkor elvesztettem a fejem, és oda rohantam a bíróhoz, hogy engedje meg, hogy beszéljek vele, mert nem akart az utolsó szójogán szólni. Az első tárgyaláson azt mondta, hogy ha maguk engem ezért fel akarnak akasztani, akkor tegyék meg. Egy nagyon kemény ember volt. És mondjuk erről disszidálásért. Igen, igen. És a második tárgyaláson ott kértem meg a bírót, hadd beszéljek vele. És akkor kivittek a folyosót, végigálltak a fegyveres ávósok, úgy őrizték a folyosót, mert ez teljesen titkos volt a tárgyalás. És akkor ott szemben álltunk, itt egy ávos. És könyörögtem neki, egy darabig szólni se tudtam, mert hát borzalma, ez rányomta az egész életemre a bélyegét. És mondta, könyörögtem neki, hogy kérjek kegyelmet. És azt mondta, hát én nem élhetek veled, akkor nekem úgy sem kell az élet, különben is ezek úgyis fel akarnak akasztani. És így váltunk el. Ez volt az utolsó találkozás önök között? Igen. Hol találkoztak először? Arra emlékszik? Igen, hát hogy emlékszem, mindenre emlékszem. Hévízen. A férjem ott zongorázott a zenekarával, és nagyon nagy futballdrukker volt. Ő a Dózsába játszott már, mint Szűcs Sándor, akkor egy középhátvéd volt, egy nagyon neves, egy sztárjátékos volt abban az időben. Igen, válogatott játékos volt. Igen. És nagy drukkere volt a férjem, általában ő MDK drukker volt, de mi a focisták, akkor megőrült, és meghallott, hogy ott nyaralnak lenn. Hát megfogott engem, és elmegyünk a focistákhoz. És tényleg ott nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket, és ott találkoztam. Szerelem volt első látásra? Igen. Igen? Igen. Úgyhogy aztán eljöttünk, haza vagy jöttünk Pestre. Jó képű férfi volt? Jó. Igen? Stram. De főleg nagyon jó ember volt. A lényeg ő kezdeményedett? Hol találkoztak utána újfent? Hisz akkor ő nős volt, ugye? Két gyermeke volt. Én is férnél voltam. Ön is férnél Igen. volt. Hogy találkoztak legközelebb? Úgyhogy haza jöttünk Hévízről, és egyszer csak megszólalt a telefon. És ő volt, szeretett volna velem találkozni, és én mentem. Így kezdődött, de ez az érdekes, hogy soha nem jött szóba az, hogy ő elvál. Én előbb ott hagytam a férjemet. Szóval elmenekültem a házasságból, albérletben laktam. Aztán történt, ami történt. A disszidálás az gyakorlatilag miért történt meg? A legenda szerint az Újpest vezetősége nem nézte jó szemmel az akkori erkölcsökbe ütköző kapcsolatot, mondván, hogy két házas ember ne folytasson házasságon kívüli viszonyt. Ez volt a nyomósok? Hát erre hivatkoztak, tulajdonképpen védték a szocialista erkölcsöket. Ez nem volt összeegyeztethető a szocialista erkölcsökkel. Úgyhogy elköltöztem, és ő akkor a Dózsa csapata a belügyhöz tartozott. Sőt, a belügy beszippantotta őket, és mindegyik egyenruhát kapott, nem hordták az egyenruhát, meg fegyvert kaptak, de a belügyi állományban voltak.
az egész újpesti csapat. Behívatták a belügyminisztériumba, mert ott volt az az illető, akihez tartozott a csapat, a futballcsapat. És közölték vele, hogy szakítani kell. Be kell szakítani ezt a kapcsolatot, mert ez így nem mehet. Ha mennyiben nem teszi ezt meg, akkor engem leinternálnak, őt pedig beteszik egy olyan táborba, ahonnan a lábát nem teheti ki. Ez itt kezdődött, aztán jöttek a zaklatások, nem akarom hosszúra nyújtani, és akkor valaki bemutatta nekünk azt az embert, aki utána kisült, hogy egy ilyen agent provokatőr, aki ebből élt, hogy embereket buktatott le. De hát persze nekünk... Tehát disszidálásba vállalt szerepet, miközben az AVH-nak volt a megbízott embere. Felajánlotta, hogy átvisz bennünket a határon, mert rengeteg embert vitt. Arról volt konkrét elképzelésük, hogy ha átjutnak a határon, akkor mit fognak csinálni? Volt persze, nem nekem, hanem neki volt egy ajánlata a Milánóhoz. Az AC Milán szerette volna őt leigazolni, ugye? Igen. De hát nem akart elmenni tulajdonképpen, de olyan zaklatásnak voltunk kitéve, engem hekusok vártak éjjel, mikor hazamentem az ajtóm előtt. Szóval nem, más világ volt akkor. És belementünk abba, hogy elmegyünk. Az ő segítségével? Ő fog vezetni? Igen, persze. Pisztoly hogy került Szűcs Sándorhoz? Mert a hírek szerint találtak nála akkor, amikor a vámmal lekapcsolták őket egy pisztolyt. Ezt is a provokatő sugalmazására vitték a hukkal? Erről épp olvastam valamelyik nap valahol. Azt hiszem az interneten valahol valaki azt írta, hogy állítólag a Szűcs szabad akaratából vette magához a fegyvert. Ez nem igaz. Az volt, soha nem hordta a fegyvert, meg minek? Hát egy egyszerű futballista volt. És ez a besúgó, ugye nagyon hosszú történet, ebből én megírtam egy könyvet is, csak rövidre akarom fogni, ez rábeszélte a Szűcsöt, hogy hozza a fegyvert. És azt mondta, hogy nem, istenőriz, valami történik, de hozd, mert akármi előfordulhat, hogy szükség lesz rá, egyszerűen rábeszélte. Azt mondta, hogy benn hagyom a hivatalba. Ne hagyd benn, mert akkor gyanús lesz. Ha otthon hagyom, az még gyanúsabb. A feleséged rá fog jönni, és ez csak lebukás lehet. És hát magához vette a fegyvert a Szűcs. Na most, mikor én végig halálosan féltem, én tudtam, valami nem stimmelt. Volt egy rossz előérzete? Ajaj, de még mennyi. És mindig nyugtatott a Szűcs, hogy ne legyek gyerek, meg így, meg úgy, meg amúgy. Millió jel volt arra, hogy itt valami nem stimmel, mert akkor még nem volt ennyi autó, mentünk Szombathely felé, és egy fekete autó elment mellettünk, visszafelé jött, végig kísért bennünket. És mondtam, hogy ez az autó, ez bennünket figyel. Nem. A lényeg az, hogy Szombathelyen még ez a besugó oda ment a rendőrhöz, és megkérdezte, hogy merre van a Nagy Tilaj felé vezető út, mert az volt a jelszó. Ez volt a jelszó. Akkor még nem lehetett 20 kilométeren belül a határt megközelíteni, és ugye azt mondta, hogy ha igazoltatnak, akkor csak annyit mondjuk, hogy Nagy Tilajba megyünk. Hát akkor nem tudtuk, hogy ez a jelszó. És még Szombathelyen beszélt a rendőrrel, és mondom, mit beszéltél te a rendőrrel? Aztán meg akartam kérdezni, hogy hol jutok ki Nagy Tilaj felé. Mondom, hát miért te itt lakta, nem tudod? A lényeg az, hogy mentünk, egy útszakaszon középen állt egy vámos kis szegyverrel, mellette két davai gitáros, ávos, megállítottak, és akkor kiszálltunk az autóba, akkor az árokból ugrottak ki a többi ávosok. Szóval ennyire el volt. Egy megkonstruált, rajtaütésszerű akció volt. De azt is mindig azt mondta, ne féljél, hát ez 2-3 napig... Ő végig bízott abban, hogy nem lesz ennek ilyen rossz kimenetele? Azt mondja, hát én focista vagyok, én mindenki szeret, hát nem gondolod, hogy történhet velünk valami. Akkor most csak annyit még a végére, hogy el lehet képzelni, mit éreztem, amikor azt mondták, hogy kötél általi halál. Puskássék nem tudták őt megmenteni? Hát a Gross is az nyilatkozik mindig arról, hogy nem a valóságot mondja, mert ő például azt mondja a Gross is, hogy én akkor egy nagyon nagy ismert énekesnő voltam, ez nem igaz. Én itt-ott énekelgettem, úgy hittak csak, hogy gyere ide, szóval nem... Ez 51-ben volt, ugye? Tessék? Ez 51-ben, 51-ről beszélünk. Igen. És állítólag, hogy a Szusza elmesélte, hogy
a kert kulcslukába, kapu kulcslukába talált egy kis cédulát, ez valami fegyőr csempészhettek ki, és azon azt írta a szűcs, hogy segítsetek, halálra ítéltek. És akkor állítok, fölmentek a Farkas Mihályhoz. Ő volt akkor a belügyminiszter, ugye? Honvédelmi miniszter, bocsánat, igen. Igen. És az nagyon jóba volt a Puskással. De ez azért nem való, nem igaz, ahogy mondja a Grosics, mert ez már miután kivégezték, én nem tudtam, én nem hittem el egész börtönéveim alatt, hogy ezt megteszik. Szóval bennem ön úgy élt végig 3 évet a börtönbe, hogy azt hitte, hogy Szűcs Sándor él? Igen, igen. Sőt, én kaptam üzenetet, mint valaki üzent is vele, szóval... Az ő nevében. Igen. De a lényeg az, hogy őt egy hónappal később mentek be a Farkashoz. Már akkor kivégezték, amikor Puskásék közben jártak. Kivégezték június 4-én, és egy hónappal később mentek be, de azt mondta a Farkas Mihály már később. Annyit árul el a börtönévekről, amennyit akar, de mi adott azokban az években, ugye 4 évet kapott, pár hónappal megrövidítették a büntetést? Mert nagyon jól dolgoztam. Nagyon jól dolgozott? Igen, kőműves voltam. Kőműves igen. Volt? Kitanultam a kőműves szakmát. Ugye hihetetlen. Nagyon kemény volt? Annál is keményebb, mint amit mondjuk egy magamkorú fiatalember elképzel Rákosi börtönéről? Hát nem olyan volt, mint most. Az biztos. Hát másfél évig voltam a katonai börtönben, vagy pincében, és aztán kérvényeztem, hogy hagyj menjek dolgozni. Nekem borzalmas volt. Hát egy fiatal... A legszebb éveit töltötte ott. Ugye 21 volt, amikor lecsukták, és 24 volt, mikor kijött? Jól számolom? Igen, igen. És jól dolgoztam, és az előbb kiengedtek. És nem tudom, valamit kérdezett erről. Hogy mennyire volt kemény, mi adott azokban a napokban, vagy azokban az években, nem napokról beszélünk, erőt és kitartást? Hát egyrészt az, hogy nagyon fiatal voltam. 21 éves azért vagy 20-21, azért ez borzalmas erőt adott, és én nem hittem el egy percig se, hogy ez a tragédia bekövetkezik. Én akkor tudtam meg, mikor kiszabadultam a börtönből. Ki lehet azt jelenteni, hogy ez alatt a 3 év alatt nem is annyira a saját sorsáért aggódott, mint inkább Szűcs Sándor életén? Hát nem, én nem aggódni nem aggódtam, csak egyszerűen nem hittem el. Én tudtam, levelekkel tudom igazolni, amit az anyámnak írtam a börtönből, hogy én tudom, hogy én találkozok a Sanyival. Én tudtam, nem hittem el. Ezt annak mindig azt mondom, hogy valahol föntről segítettek engem, hogy erőt adtak ahhoz, hogy én nem hittem el, hogy ezt megteszik. Tehát éltem a világomat a börtönbe úgy, ahogy mondom, kicsit másabb. Most olyanok a börtönök, hogy nevetek rajta. Üdülés ahhoz képest, mint ha nem lesz mit ennem, akkor valamit csinálok, és menjünk be a börtönbe. Tudni, hogy engem már visszavittek valamelyik televízió csatorna, elvitt engem ezekbe a börtönökbe. Ugye a katonai börtönbe, mint a Kalocsán. Hát ez egész más volt. Most televízió, mint könyvek, tükör, minden a világon, zuhanyozó, mosdó. Ott semmi? Tehát egy pricsen aludtak, és egy mosdó? Szalmazsákon, de hát volt egy ilyen alumínium labor, a labor 2, 2 labor volt, ahhoz 9-en voltunk rabok. A WC-ben ilyen kiblinek hívtuk, bocsánat. Semmi baj, mikrofon. Ilyen kiblinek hívtuk, ilyen vasedény volt, amit le lehetett akarni. Se tükör, semmi az égvilágon. Úgyhogy... Nem tudom, valahogy a jó kedvem az valahogy... Nem hagyta cserbe akkor se? Szólnak abban az értelmében, hogy egyenes vagy egészséges lelkülettel ki tudta húzni ezt a 3 évet? Soha nem törtek önre rossz gondolatok? Megmondom, mire gondolok. Egy hasonló ember 21-22 éves korába, és én magamból indulok ki, szerintem nagyon sokan meggondolták volna azt is, hogy eldobják az életüket. Kilátástalanság. Akkor 3-4 év... Megmutatom, itt vannak a fölvágott ereim. Megkísérelte? Persze. És megmentették? Meg. Ki találta meg? Hát akkor, mikor fölvágtam az ereimet, akkor bezártak egy magánzárkába. Először ők nem tudták, csak én találtam egy üvegdarabot. És
valami, ja igen, azt mondtam az árkában, annyit mondtam, hogy Farkas Mihály, a akkori hadügyminiszter, vagy attól, hogy mondják, katonai hadügyminiszter. Honvédelmi. Azt mondtam, na, a Misi, mit fog szólni most a Misi? Most valaki ezt beárulta. És jött a fegyőrtön, aki különben se szeretett, mondom, kiemelem, hogy gyönyörű szép fiatal lány volt, ha miért szeretett volna. Ő közölte velem először azt, hogy sajnálom magát valahol, hogy, mert már látom előre, hogy hogy fog lógni az akasztófa, mert tulajdonképpen én rám is jön, ezt kérte az ügyész. És bezárt engem a magánzárkába, és akkor elővettem a kis üvegemet, üvegdarabomat, és itt megvan a helye, össze-vissza vakdostam az ereimet. Persze jött mindig a fegyőrbe nézett, és aztán látta, hogy ilyen nagy vértócsa van. Így találtak meg. Azon gondolkodott-e, hogy mi lett volna önből, hogyha sikerül a disszidálás? Hát, ki, mi lenne a Kovács Erzsi? Külföldön? Hát nem tudom, mert mikor én kidolgoztam külföldön, én annélkül, hogy a koncertiroda egyszer is lesz, csinált volna nekem egy szerződést. Ilyen nem volt. Mind egyik helyről hívtak a másikra, és ez kint nyugaton ez nagyon nagy dolog, hogy egy hónapot nem voltam munkanélkül, végig énekeltem azt a 14 évet. De nem tudom, talán tanultam volna, mert nagyon-nagyon szerettem tanulni. Nagyon szeretett. Lehet, hogy orvos lettem volna. Szóval... Lehet, hogy boldogabb élete lesz, nem? Ha akkor sikerül átlépni. Nem tudom. Nem biztos? Nem tudom. Egyet tudok, hogy mikor jött a forradalom, akkor nagyon sokan megkerestek, hogy akkor voltak emberek, akik hozták, vitték az embereket nyugatra. És mindenáron ki akartak vinni. Nekem egy életre elvették a kedvemet a disszidálástól, szóval úgyhogy maradtam. És amíg kint dolgoztam Németországban, addig is az volt, hogy állandóan hazaszaladtam, szóval fölültem a repülőre, 3 napot eltöltöttem itthon, megfürödtem a népszerűségbe, és mentem vissza. Amikor 4 év után hazajöttem, akkor már nem ismertek meg. Dacára annak, ami történt önnel a börtönben, annak ellenére visszahúzta a szíve Magyarországra. Persze. Én nagyon nagy magyar vagyok. Én az a külföldről hazajöttem, és láttam a kiírva, hogy Magyarország, nekem mindig összeszorult a szívem. Nem tudom miért, de mondtam, figyelmeztettem, hogy a föld dobja a labdát, le kell lőni engem. Hallgatjuk, ámulattal hallgatjuk, és köszönjük az őszintességét. A börtönévek folytán ki lehet azt jelenteni, hogy egészen másként nézi az életet, és más az értékrendje, mint mondjuk egy átlag embernek? Másként súlyoz, más a fontos, más az érték? Biztos, igen? Biztos. Először is nagyon megismertem az embereket, ugye ott minden nemzetség ott volt. Mindenfajta, a romáktól kezd, amit el tud képzelni. És ezek engem rajongva szerettek. Én is őket. Tehát egy nagyon erős emberismeretem lett. Úgyhogy ha valakit megismerek, 2 perc után már tudom, hova tegyem az életembe. Nem jelenti azt, hogy nem beszélek vele, vagy nem mosolygok. Ez nagyon sok mindentől megóvott. Ez az emberismeret. A másik meg, hát nem is tudom, hogy mondjam el. Végig kísért ez az életemet, végig kíséri ez a tragédia. Egyszer valaki fölhívott engem, egy nő, nekem soha nem volt titkos számom. Mindig elérhető voltam telefonon, és nagyon gorombán azt mondta a nő, nem gondolja azt, hogy ízléstelen az, hogy mindig magáról beszélnek ebben a szűcs ügyben. Csak annyit mondtam neki, azt mondja, hogy maga szerepelteti magát ebben a szűs ügyben. Mondom, mivel más nem tud erről beszélni, én se szívesen beszélek róla, de ha ilyen hangon beszél velem, akkor csak azt kívánom, a negyedét érje meg, amit én megértem, és letettem a kajtot. Szóval vannak, aki ezt nem érti meg, de ez egy fiatal lány lelkében, ez valami olyasmi történt, hogy... Verték is, bántalmazták is? Csak az ávon, de ott is csak 2 pofont kaptam, szóval nem volt veszélyes, mert hát tagadtam, persze, hogy tagadtam, de bennem börtönben nem.
nagyjából egészében ezt valamilyen szinten, tudom, hogy teljesen nem lehet, de valamilyen szinten eltemette ezt magába, vagy azt is kijelenthetjük, hogy ha nincs is úgy nap, de hetenként azért bevillan egy-egy emlék. Nem, minden nap. Minden nap? Minden nap. Minden nap. Ez elég az, hogy a tévében látok valamit, vagy valamit, nem tudom. Szóval valahogy minden nap, ez valahol beugrik. Képes vagyok olyanra, valakit látom, azért nem is nézek krimiket, szóval semmi ilyesmi. Valami akasztásról beszélek, akkor sírógos jönöm. Manapság hogy telik az élete? Egyedül él művésznő magában? Hát a férjem az kint van, nem vagyunk már együtt. Már 22 éve ő kint van Németországban, ott dolgozik, mint a zenekarával. És a szakmával tulajdonképpen minden más, megszakadtak a kapcsolatok. Egyedül Kovács Kati az, aki állandóan fölhív, Bebe babának hív. És harangozó terik a régiek közül, ez megszakadt. Van 5 olyan barátom, teljesen privát emberek, akikre tudom, hogy mindig számíthatok, akik szeretnek, akiket én szeretek, és ezzel úgy lezárult minden. De nem magányos. Nem. Egyedül van, de nem magányos. Nem. Akkor nehéz volt, mikor ott hagyott a férjem, mert mondom, ő volt az egyetlen, aki ott hagyott. De mai napig nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és én nekem mindig van mit csinálnom. Üveget festek. Hallom, hogy ez nagy hobbija. Hány darab van? Mások. És mi ezeknek a sorsuk? Tehát ezeket elajándékozza, vagy a saját lakását? Már volt 7 kiállításom, és ott el lett adva egy jó pár darab, amit nem szívesen adtam oda, mert szívesen... Szívéhez nőtt. Igen, nem, ez olyan dolog, hogy megfestek valamit, akkor az nekem olyan siker, mintha a színpadon. De miket fest? Tehát ezt hogy kell elképzelni? Milyen formát, milyen darabokat? Hát nem tudom, volt egy kis barátnőm, és ő hozott egyszer ilyen angyalt festett egy ilyen üvegre. És nekem nagyon megtetszett. És mondta, hogy kell ezt csinálni? És akkor elmondta. Elmentem, vettem üveget, festéket, mindent, és nekiálltam. És végül ebből gyönyörű nagy vázákat megfestek mindenféle színes virágokkal, ami az eszembe jut. És a nagy része az a saját lakását díszíti, igen, ugye? Igen, kinyitom az ajtót, és ott szemben nagy polcon ki vannak rakva, gyönyörűek, mindenki megcsodálja. És olvasom, hogy nagyon szereti a politikai műsorokat, tehát igen. Gyakran nézi. Igen. Igen? Igen. Kommentálja is olyankor? Hogy megy? Kommentálja is olyankor? Magamban. Igen? Magamban, hát ugye legtöbbször a politikai műsorokat nem szerettek velem együtt nézni, mert ebben nagyon, nagyon tudott dühöngeni. Igen? Olyanokat mond, hogy ha hallaná az említett képviselőasszony vagy úr, akkor belepirulna? Hát nem annyira, csak nagyon foglalkoztat a politika. És azt hiszem, eléggé tájékozott is vagyok benne. Azon kívül a tévécsatornák hiába van 100 tévécsatorna. Nem fogja elhinni, egyedül az angol tévét nézem, nem feliratos, szóval nem beszélek angolul. És hát a vége a filmemnek még megnézek még egy politikai műsor, és már ki is kapcsolom a tévét, és leülök a számítógépet. Hallom, hogy óriási számítógép rajongó. Miket néz? Szörföl? Pár éve vett ugye egy számítógépet, olvastam valamelyik újságcikkbe, de miket néz? Mindent. Ami érdekel a világon, az mindent megtalálok, mindent elolvasok, zenéket hallgatok róla, van rengeteg játékom rajta, úgyhogy nagyon jól. Akár hajnalig is? Adott esetben? Hát sajnos, igen. Igen? Sajnos. Annyira bele tud feledkezni, hogy igen, nézi? Igen. Hát nem gondoltam soha arra, hogy ezt fogom csinálni, de nagyon jó az ember, belelát a világba. Mikor tetszett megtanulni számítógépet használni? Pár éve? Negyedik éve. Hát tanulni soha nem késő. Soha nem késő. Igen. Mindenki csodálkozik rajta, de hát talán ennek köszönhetem azt, hogy agyilag friss vagyok. Nagy keresztrejtvény fejtő jut eszembe, igen, az agytornáról. Mennyit fejt meg? Minden nap. Ilyen kötegekbe állnak az ilyen rejtvénykönyvek. Volt nekem egy problémám a szomszédommal, ilyen bírósági ügy, és odafajult az ügy, hogy az ügyvédje kérte, hogy küldjenek el engem elmeorvosi vizsgálatra. És hát elmentem. Mit tehettem? És azt írta azért, hogy a korához képest feltűnően friss
agyilag mindent, minden szépet is ott leírtak az agyamról. Úgyhogy... A sok keresztrejtvény többek között ezt is szolgálja, gondolom. Azért ez karbantartja az agyat alaposan. Igen, nem csak az, hanem rengeteget olvastam. Rengeteget olvas. Igen, én gyerekkoromban nagyon-nagyon jó tanuló voltam, mindig kitűnő voltam, és az édesanyámnak mondta a tanár, hogy kellene a gyereket tovább tanítatni, mert csak hát nagyon szegények voltunk, nem volt pénz, és hogy magamat képeztem állandóan. Nem hiszi el a börtönbe, engedélyt kértem arra, hogy kaphassak egy számító, olyan számológépet? Nem, hol volt akkor még számoló. Bocsánat, persze, hát 50-es évekről beszélünk. Ilyen számtankönyvet. Számtankönyvet. Egy papírt és egy ceruzát. És ott magamnak feladtam feladatokat, és tanultam. Önszorgalomból. Csak önszorgalomból. Magamnak abból feltettem, mai napig rosszul számolok, szóval sok eredménye nem volt annak, de rengeteget olvastam, nem tudom, szóval magamba szívtam mindent, amit lehet. Saját gyereket nem akart, vagy de így hozta az élet? Mindig akartam, minden próbálkozás nem sikerült. Azt mondta az orvos, majd akkor jön, amikor nem várom. Hát nem jött. Ez már begyógyult ez a seb? Ezt már ezen mondjuk úgy túl van valamilyen szinten? Hát, nagyon sokszor... Hogy hasonlóan jelen van, mint a börtön. Igen, történet. Tudja be, mi az érdekes, hogy akkor látom, hogy gyereket bedobnak a kukába, vagy megölnek is csecsemőt, mikor hány nő szeretne egy gyereket? Akkor nem, ennek a szíve megszakad. De láttam én olyat is, nem is egyet, hogy a gyerek nem hálálja meg azt, hogy fölnevelte az anyja, vagy az apja. Szóval én rossz, szerencsétlen dolgokat is láttam. Most még már késő ezen tanakodni. Az az igazság, hogy van, nálam lakik a fiatal, nagyon tehetséges, érdekes Attila, most ő az én fiam. Igen? Ne lehet fiaként tekint rá? Igen, nagyon-nagyon-nagyon borzalmasan szeretem. Rajta élem ki az anyai. Anyáskodik ezt, akkor. Igen. Egészsége tökéletes? Pár évvel ezelőtt megijesztett minket nagyon. Akkor volt egy infarktus, ami egy műtét után alakult ki, az egy elég komoly műtét volt, komoly hát betegség. Az igaz, erre is van egy történetem. Rákos beteg voltam kétszer is. Meggyógyultam teljesen. Mentem a házi orvosomhoz, és receptér. És mondom neki, miért utoljára itt voltam, azóta megint megműtöttek, és ez volt a 15. műtétem. Ezt nézi a számítógépet, azt mondja, nem, ez volt a 19. Ez a nagy dolog, és még mindig itt vagyok. De most egészsége tökéletes. Hát igen, tehát, szóval itt fáj, ott fáj, ott fáj. Tevékeny, nem érzi ezt csak hát a mindennapjaiban. Azt mondják, hogy amikor már semmi se fáj, akkor van baj. Igen, szokták, igen, ezt gyakran szokták emlegetni. Még egy nagyon édeset szeretnék elmesélni. Volt a Kellér Dezs, az a csodálatos konferencia. És ő elmesélte a közönségnek, hogy találkozott az öreg barátjával, és arról beszélgettek, milyen borzalmas ez az öregség. Hát ez rettenetes, azt mondta a barátja, de hidd el nekem, hogy minden kornak megvan a maga szépsége, még az öreg kornak is, azt egyet mondjál. A hallgatom itt most már hát lassan 50 perce, és arra jöttem rá, hogy ezt a számtalan megpróbáltatást, sorcsapást valószínű, hogy ön azzal tudta átvészelni, az itt a titok, hogy ön nagyon szeret élni, nem? Nagy az élet szeretete. Igen, ez így van. Ez így van. De én nem vagyok vallásos, én kiléptem a katolikus egyházból, de én minden este az én teremtőmnek megköszönöm. Minden napot. Hogy van mit ennem, van hol aludnom, általában az, hogy így szeretnek az emberek. Most is állom, szeretett, éhes vagyok. Szóval, és aki egy kedves szót szól hozzám, attól már én elájulok, ha úgy látom, hogy ez olyan, akitől elfogadhatom a szeretetet. És ennyi megpróbáltatás, sorscsapás után is úgy gondolja, hogy mindezzel együtt szereti önt a Jóisten? A Teremtőm. A Teremtőm. Az biztos, hogy szeret engem, mert nagyon sokszor kihúzott a bajból. Nagyon sokszor. Úgyhogy a Teremtőmnek köszönöm meg minden nap. Elégedett ember mindezzel együtt. Igen.
Köszönöm, hogy itt volt, és Isten áldja, még sokáig. Csókolom a kezét.